Kócos kurta vlog. Kocsi vlog lesz, csak itt kint kezdem. Nézzétek, milyen jó pofa házakat építettek itt a dagállyal szemben. Na, nem tudom, hogy mi a véleményetek, beülünk a kocsiba szélzaj ellen. Azért nem csináltam Medancié vlogot sem, mert hogy nagy a szél, és ugye szélzajban nem lehet vlogolni. Na, egy röpke kis kocsi vlogot dobok össze, csak közben itt azért bepakolok. Megyünk a parázok, bemegyek a Tesco-ba. Megnézem, mennyi minden nem volna. Honnan jutott eszembe, hogy megyek a Tesco-ba, mert hogy hazafelé útközben meglátogatjuk Zotyát. Ja, ha már építészet, bocs, utána folytatom. Ugye a Duna Arena, ez nem egy új történet, nem tudom, hogy nektek hogy tetszik. Én most már ilyen megszokás szinten kezdek vele megbarátkozni, de amúgy annyira nem. Tehát amit ide álmodtak előtte, ez egy sokkal impozánsabb épület lett volna. De hát nem az valósult meg, viszont sokkal többe került, ugye, mint az lenni szokott az utóbbi időkben. Főleg kormányzati beruházásoknál, de egyébként az építőiparban amúgy is, mert elszálltak ugye az árak. Na, tehát beugrunk Zotyához, mert megkért, hogy vigyek neki kaját. Én nekem meg ugye múltkor a Tesco rendelés vége lemaradt, és aztán akkor legalább azt a pár dolgot megveszem még, ami hiányzik. Na, pöcre indul a Suzi. Suzinek a szüve jól van, viszont hát ugye, mint mondtam a múltkori vlogban, hogy csontritkulásos ugye a Suzi, mert hogy az alvázzal vannak problémák, ilyen korrózió, hát szerintem nem hiszem, hogy be fogok már ruházni, de még lehet, hogy meggondolom magam, majd körbe kérdezek esetleg karosszériásokat, hogy érdemes-e nekiállni, bár gyanítom, hogy nem, tehát az a baj, majd meglátjuk. Na, aztán meg megyünk haza pihenni, meg videót vágni, mert hogy reggel ugye koránkelés volt, holnap meg megyünk előválasztásra, hát tegnap meg ma is összeomlott az előválasztási rendszer, úgyhogy remélem nem fog botrányba fulladni a dolog, mert ha rááldozom a szabadidőmet, hogy segítsek ott, akkor remélem, hogy működni fog. Tehát el is indulhatunk, én úgy gondolom, csak jönnek ott más kocsik, úgyhogy addig nem. Szóval, mert én is be akartam este regisztrálni, hogy az online-ra, na addig inkább pofázok, hadd menjenek. Be akartam az online-ra regisztrálni, de nem sikerült, mert megállt a rendszer, már megint jönnek. Na most nem akarok pofátlankodni, mert addig pofázok inkább. Na, ezután kipofátlankodok. Így, né? És akkor mehetünk is, nem megyünk messzire, csak ide a Skóba. Aztán ezért, ha lehúzom az ablakot, akkor ezért lesz. Meg hogyha megy a ventilátor, az is zajongani fog. Na, úgyhogy ez lesz a holnapi program. Én majd nem tudom, hogy fogok-e, meg hogy fogok előválasztani. Most már, hogy mindenkit arra biztatok, hogy előválasszon. Kivéve a fideszeseket, mert ők úgyis a Fideszre szavaznak. Úgyhogy én is fogok szavazni. Hát ha nem megy online, akkor majd kénytelen leszek ugye a saját körzetemben személyesen. Na, aztán holnap meg, amit ugye énekeltem, a Tesco-s dalt, az ugye a Kaukázus együttesnek a dala, és holnap Kaukázus koncertre megyek. Na most itt hogy vannak a sávok? Arra maradhatok ebbe. Hát pirosat kapok, sajnos. Na mindegy, ez van, ugye a Kaukázus együttes, Kardos Horváth János által fémjelzett Kaukázus együttesnek a nótája ez a Tesco. Hát már elég régi, már van vagy 15 éves, de lehet, hogy még régebbi nóta. Ugye a Kaukázus egyszer feloszlott, aztán újra alakult. Én szeretem őket, jó kis ilyen alter, pop rock, ilyen izé. Egyébként a Janó amúgy, amióta családos, azóta ilyen gyerekeknek való zenét is csinál, azt hiszem Ha-Ho együttes, vagy mi? Úgyhogy, igen, de egyébként szeretem a muzsikáját. Na, ez lesz most a hétvégi program.
a villamos kiállításról igyekszem megvágni a izé, de lehet, hogy nem ma fogom, lehet, hogy csak holnap reggel, mert hogy álmos vagyok nagyon, úgyhogy lehet, hogy ma ilyen extrém korai lefekvés lesz. Na, hát ezek a dolgok, ezek vannak. Ja, alig vártam már, hogy olvassam, vagy halljam. Hát most a Magyar Hangban sikerült olvasni, hogy Puzsér mit szól az előválasztási vitához, ami ugye múlt vasárnap volt. Hát a Puzsér nagyon lehúzta őket, hogy gyakorlatilag ő nem vitának tartja ezt, hanem egy ilyen haverkodásnak, vagy ilyen, nem tudom minek lehet mondani. Most melyik sáv az enyém, jó? Igen. Szóval ilyen nagyon rájuk húzta a vizes lepedőt, és valahol egyébként igaza van, tehát meg tudom érteni az álláspontját. Remélem, hogy lesznek majd érdemi viták is. Na, aztán igen, látjátok, hogy én is itt elbizonytalanodtam kanyarodás közben, hogy most hol kell mennem igazából. Ebbe igaza van, Borbé Isti szokott mostanában panaszkodni ilyen dolgokra, hogy Budapesten a rend, meg a rumli, meg a izé. Hát az útburkolati jelekkel nagyon komoly problémák vannak, tehát ugye, ha nem ismeri az ember a terepet, akkor nagyon könnyűen balesetet csinálni. De hát még ahol ismerem, ott is így kell lesnem, hogy akkor most hol a izé, mert úgy szarrá vannak kopva a burkolati jelek. Úgyhogy azért vannak problémák Budapesten, ez tény és való. Az mondjuk más kérdés, hogy nem az utóbbi pár hónapban keletkeztek, tehát nem tudom, hogy Isti miért most csinálja ezeket, lehet, hogy azért, mert többet mozog újra a városban, ugye. Minden esetre ugye ezeknek a dolgoknak nem tudom, hogy Istinél van-e ilyen szándék, de ugye sokat emlegetik a dugókat, meg az egyéb budapesti problémákat, ugye ennek politikai színezete van. Hol kell venni? Ja, még egyet, és akkor majd itt fogok én sávot váltani és lemenni, igen. Tehát erősen politikai színezete is van sokszor ezeknek a kritikáknak. Most nem is tiére mondom ezt, mert azt nem tudom, hogy neki van-e ilyen, hogy mondjam, motivációja. Ellenben a sajtóban erősen ez él. Ugye, főleg az ilyen metropol, meg az ilyen riposzt, meg az ilyen dolgokban. Úgyhogy, na itt még be tudok kanyarodni, és akkor keresünk egy parkolóhelyet itt a Szkónál. Szóval hol lesz itt valahol, mindegy. Na és csak befejezem a gondolatot, hogy hát én annak idején akkor még a másik főpolgár Jenő volt, és az ő idejében is ugyanezek a problémák hasonlóan fennálltak. Úgyhogy nem hiszem, hogy ettől függ, de egyébként ideje volna ezeket a dolgokat rendbe tenni, ez tény és való, mert véleményem szerint is baleset veszélyes. Na, megérkeztünk Szkóba, nem is lett olyan kurta ez a kurta vlog, mindegy, feltöltöm, és akkor veszünk Zotyának virslit, meg magamnak, amit kell, és akkor majd jelentkezem szerintem holnap legközelebb. Köszönöm, hogy a kocsi vlogban is velem tartottatok ezen a rövid kis úton. Sziasztok! Csüssz!